Egész nap Tolna megye valamennyi városában ellenőrizték az autósokat a rendőrök, akinél pedig mindent rendben találtak, annak egy antennára húzható zöld szalagot adtak. Ahol pedig kellett, ott segítették is a közlekedőket az egyenruhások. A Nemzetközi Edward napnak ugyanis éppen ez volt a lényege, hogy a rendőrség 24 órán keresztül mindent megtegyen azért, hogy senki ne halljon meg az ország útjain. Ennek a programnak az a lényege, hogy ezen a napon közúti balesetben senki se veszítse életét. Az Edward programot több éve szervezik már meg, és a mai napon Szekszárdon, illetve a Tolna megye valamennyi városában kollégáink fokozott ellenőrzéseket tartanak. Katasztrófa védőkkel együtt folyták a lufikat a szekszárdi diákok. A helyi gyakorló általános iskolában egész napos 9-14 éves gyerekeknek szóló játékos programsorozatot szerveztek a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai az Edward naphoz kapcsolódó biztonsághete részeként. A program célja az, hogy a szervezők felhívják a fiatalok figyelmét az őket körülvevő veszélyekre, hogy mit tehetnek ezek megelőzésére, illetve hogy a saját biztonságukért ők maguk is felelősek. A biztonság hete idén Magyarországon szeptember 28-áig tart.